Páluci Alexandra jelentkezik a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok kapcsolatok napjáról. Dr. Gál Istvánnal, a Tudományegyetemi Karok elnökével, és Dr. Bala Lajossal, a Debreceni ítélőtábla elnökével beszélgetek. Az idén, 2013-ban 5. alkalommal tartjuk meg a Kapcsolatok Napja rendezvényét. Úgy néz ki, hogy erre egyre nagyobb igény mutatkozik. Ez az az alkalom, amikor a szokásosnál is tágabbra nyitjuk az egyetem kapuit, hogy szorosabbra fűzzük együttműködésünket a karok és a minket körülvevő cégek között. Erre nagyon nagy szüksége van a hallgatóknak, oktatóknak, és bízunk benne, hogy a cégeknek is. Ez a kapcsolat szolgáltatja az információt arra vonatkozóan, hogy mit kell tanítanunk a hallgatóknak, hogy a diplomájuk piacképes legyen. Ezen kapcsolatokból a mi oktatótársaink, a kutatók olyan gyakorlatközeli kutatási témákat kapnak, amelyeket projektekben kamatoztatni lehet. A cégek számára ez azért jó, mert a termelésbe közvetlenül bevethető munkaerőt kapnak. És ez a kapcsolat teremti meg annak lehetőségét, hogy a egyetemen jelenlevő tudásmennyiség, mint hozzáadott érték beépülhessen a cégeknek a termékébe, és ezáltal értékesebb termékeket adhassanak el. Legmagasabb kitüntetésünk a Tudományegyetemi Karokért díj, azon személyeknek adományozható, akik az elmúlt időszakban nagyon sokat tettek a tudományegyetemi karok kapcsolatainak, külső kapcsolatainak a fejlesztéséért. 2 éve Ábrahám László ügyvezető igazgató, tavaly Miklóssy Ferenc elnök úr kapta ezt a díjat, és nagyon büszkék vagyunk erre, mert ez ugye az adományozónak is rang és megtiszteltetés, hogy az idén Balla Lajos elnök úrnak, a Debreceni ítélőtábla elnökének adományozhattuk ezt a díjat. Egyrészt nagyon-nagyon jól esik és hatalmas megtiszteltetés, nem gondoltam, hogy egy átlagos bírósági vezető egy teljesen átlagos munkáért ilyen magas elismerést kaphat. Úgy gondolom viszont arra sarkal engem, hogy azt a mentalitást, ami ugye arról szólt, hogy hogyan lehet közel hozni a bírósági szervezetet és az egyetemi működést, azt a későbbiekben is csináljam. Én úgy gondolom, hogy nem is igazán nekem tényleg óriási megtiszteltetés, de elismerés a kollégáimnak, tehát mindazon bírótársaimnak, bírósági vezetőknek, akik folyamatosan munkálkodnak ennek a kapcsolatnak az építésében, akár úgy, hogy egyetemi oktatóként részt vesznek az egyetemi oktatásba, úgy, hogy egyéb feladatokat ellátva segítik az egyetem működését és az egyetem és a bíróság kapcsolatát. Rettenetesen megtisztelő.